2015-16 óta nem látott magasságokba emelkedett a déli határnál próbálkozó illegális bevándorlók száma, már nagyjából 1000-en próbálkoznak naponta. Miközben a világ Ukrajnára figyel, semmiféle pozitív változást nincsen a migráció tekintetében, Afganisztánban továbbra is kritikus a gazdasági helyzet, ráadásul az orosz-ukrán háború miatt élelmiszerhiány fenyeget a közel-keleti és észak-afrikai térségben, ami tovább növelheti a bevándorlási nyomást. Korlátozások és ellenőrzés nélkül járnak ki be a nagykikindai befogadóállomás kapuján az illegális bevándorlók. Több száz migráns van most is a vajdasági településen. A város központjába is rendszeresen bemennek a migránsok. Sokszor hangoskodva nagy csoportokban járják az utcákat, amivel egyre nagyobb félelmet keltenek a helyiekben. Elfoglalják a köztereket és lerohanják az üzleteket. Azt akarják, hogy soron kívül szolgálják ki őket. A gyerekek is félnek tőlük, az egyik kislány az édesanyját hívta fel, mert nem mert egyedül hazamenni a bevásárlás után, panaszkodott egy nagykikindai asszony. Sok migráns több ezer eurót fizet embercsempészeknek, hogy Európába jusson. Többen azt mondták, azért, mert Ausztriában vagy például Németországban jobb az élet, mint otthon. Minimum 5000 eurót fizetek embercsempészeknek, hogy Ausztriába vigyenek. Úgy tudom, hogy ők Görögországban pénzmosással és illegális dolgokkal is foglalkoznak. A barátaim garantálták, hogy minden rendben lesz, ezért odaadtam nekik a pénzt, mesélte egy pakisztáni migráns. Most már az embercsempészek miatt is veszélyes az utazás, ugyanis a csempészbandák is harcolnak egymással. Főleg olyan afgánok és pakisztániak uralják a piacot, akik maguk is illegálisan jöttek Európába. Ezért sok migráns még indulás előtt otthonról leszervezi és kifizeti az útját. Már Indiában mindent leszerveztek nekem, nem sokára jön értem valaki, és megyünk is tovább. Jobb ez így, mert főleg az afgán és pakisztáni migránsok nagyon veszélyesek. Önfejűek, nem érdeklik őket a szabályok, sokszor ki is rabolnak másokat, mondta egy indiai illegális bevándorló. Szerdán is nagy üzem volt Magyarország déli határán. Mintegy 900 migránssal, illetve 4 embercsempésszel szemben intézkedtek a hatóságok. Az illegális bevándorlók sokszor autók rakterében bújtak el, de arra is többször volt példa, hogy nagy csoportokban vonultak a külterületeken. Hónapról hónapra növekszik az elfogások száma. Amíg januárban több mint 11 ezer esetben intézkedtek a rendőrök, addig márciusban már 13 ezer elfogásról számoltak be a hatóságok. Április első két hetében pedig már csaknem 9 ezer alkalommal kellett intézkedniük. A nyári hónapok közelettével további növekedéssel kell számolnunk. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en arról beszélt, ahogy közeledik a nyár, úgy fog tovább erősödni a migrációs nyomás a déli határon. Bakondi György hangsúlyozta, a magyar emberek biztonsága érdekében ezért továbbra is fenn kell tartani a rendőri és katonai jelenlétet a határzárnál. Ezek a növekvő tendenciák a közelgő nyári időszakra óhatatlanul azt prognosztizálják, az várható, hogy ez a migrációs nyomás, ráadásul most már úgy gondolják, hogy az európai államok figyelmét az ukrán-orosz háború is leköti, és talán kevesebb erőt fordítanak a területre, és ez jó alkalom arra, hogy bejussanak az Európai Unió területére. Ez vélhetőleg a most következő hónapokban még tovább fog erősödni. Bakondi György kiemelte, a balkáni útvonalon folyamatosan érkezik az utánpótlás, főleg Afganisztánból és Szíriából. Ezzel párhuzamosan egyre több a konfliktus is, például a görög-török határon a napokban lövöldözés is volt a migránsok miatt.